Sziasztok! Ebben a részben a Ubiquiti Lightbeam 5AC Gen 2 teljesítménytesztjét fogjátok látni. Ez a berendezés a Ubiquiti termékkínálatának alján található, elsősorban kliensnek szánt, de alkalmazható pont-pont berendezésnek is. A berendezés egy integrált, perforált parabola antennával érkezik, aminek a nyeressége 23 dB, AC-s chipsettel rendelkezik, és a kimenő teljesítménye 25 dB. Az egy darab gigabites interfészsel rendelkező Lightbeamhez műanyag szerelőkészlet jár, amely minden irányban egyszerűen állítható. Továbbá a csomag tartozik egy 24 voltos, 0,3 amperes gigabites tápegység is. Most is, azon a 2 kilométeres szakaszon mérünk, mint tavaly, az Észtelekom csepeli bázisállomása és az Access Point telephelye között. Ez egy teljesen valós szakasz, mivel mind a két helyszínen több pont-pont és pont-multipontos 5 GHz-es eszköz is üzemel. Akkor lássuk az eredményeket. A beépített bandwidth test segítségével egyik irányba 430 megabit per szekundumot, míg másik irányba 65 megabit per szekundumot értünk el. IPERT segítségével 171 megabit per szekundumot mértünk egyik irányba, míg a másik irányba 110 megabit per szekundumot, az EXFO mérőműszer segítségével 68-as csomag méretnél egyik irányba 22,5 megabit per szekundumot, míg a másik irányba 7,5 megabit per szekundumot, 512-es csomag mérettel egyik irányba 82,5, míg másik irányba 7,5 megabit per szekundumot, 1500-as csomag méretnél pedig egyik irányba 405, másik irányba pedig szintén 7,5 megabit per szekundumot értünk el. Azt megállapíthatjuk, hogy ez a perforált antenna zajos környezetben nem a legideálisabb választás. Ez volt a Ubiquiti Lightbeam AC Gen 2-nek a teljesítménytesztje. Ha bármilyen kérdésetek van, írjátok meg nekünk kommentben. Ha még nem tettétek volna meg, iratkozzatok fel a csatornánkra. Jövő héten újra találkozunk. Sziasztok!